Az intézmény életében fontos szerepet tölt be a galéria. A pedagógusok kiemelten kezelik a gyerekek kulturális fejlődését. Ennek megfelelően hónapról hónapra más és más művész tevékenységét mutatják be a gyerekek előtt. Ludwig Dánielre nem véletlenül esett az iskola választása. A művész ugyanis ezer szállal kötődik a városrészhez. Általában közel áll hozzá mindegyik iskolai kiállítás, mert a gyerekekhez is közel állnak a képeim, legalábbis ezt mondják. És a palini iskola pedig különösen közel áll hozzám, hiszen én palini kötődésű vagyok. Igaz, hogy nem ide jártam, de hát a gyerekkoromat, meg hát a felnőtt életemnek is az első részét itt töltöttem, és szeretem ezt az iskolát, mert jó az elhelyezkedése, és jó az atmoszféra. Nyilván másképp kell közelíteni egy gyerekközönséghez, mint egy felnőttekkel teli galériában, amikor egy kiállítás megnyílik. Jól látom én ezt? Igen, erre ügyeltem, hogy ide azért olyan témájú képek kerüljenek, amik nem veszélyeztetik túlzottan a gyerekek lelkivilágát. Ugye hát nekem is azért több témakörben dolgozom. Itt arra koncentráltam, hogy inkább a vidámabb, állatos figurás képek kerüljenek. Tehát az ilyen strand jeleneteket és egyebeket most inkább majd egy következő kiállításon mutatom be valahol máshol. Az állatfiguráim is folyamatosan újulnak, fejlődnek, ahogy itt most összenéztem, mert ugye én is azért viszonylag ritkán nézem össze az anyagomat, tehát hogy színesedtek most főként talán a nyár miatt is, és új formavilág is bekerült. Mindig is szerettem az ilyen tömbösebb formákat, tehát hogy a lehető legkevesebbel kifejezni a legtöbbet. Tehát, hogy akár egy kocka formából tényleg minimális beavatkozással egy macska legyen, és ez lehetőleg könnyen átülthethető legyen szoborba is, tehát háromdimenzióba is. És igazából ennek a logikáját, hogyha föl tudják benne ismerni, akkor az már egy jó dolog. Tehát, hogyha elindítja a gondolkodásukat abba az irányba, ezek a kétdimenziós képek, hogy kilép egy másik dimenzióban, és talán beindul a fantáziájuk. Az én műveim általában úgy kezdődnek, hogy kapnak egy struktúrát, tehát egy ilyen homokmassa alapot, és akkor erre jön még 6-8 réteg festék, akrilfesték, aranyfüstlemez, különböző lazurok, antikolás, egyebek. Tehát, hogy igazából, hogyha valamelyik diákot jobban érdekli és jobban belemerül, akkor szerintem meg akár meg is tapogathatja, és akkor szerintem izgalmat lehet benne, hogy milyen anyagokkal is lehet dolgozni, meg esetleg milyen irányba lehet még fejlődni. A fejlődést, vagy esetleg a tudásszomjat bárki, legyen az gyermek vagy felnőtt, elérheti, kielégítheti Kándli Majorban, a Művészeti Szabadiskolában. Tavasszal és ősszel gyermekek számára is tartanak kurzusokat. Dani művészetével közelebbről is megismerkedhet a művészet iránt fogékony érdeklődő. Egy-egy ilyen találkozás alkalmával a festőművész, szobrász szívesen beszél saját alkotói világáról és élményeiről is, melyeket a legutóbbi hosszú, forró nyár is gazdagított. A legutolsó az most egy hete volt Bulgáriában egy művésztelep a tengerparton. Tehát ott az alapanyag adott volt, ugye mondtam, hogy homokmasszával kezdődnek a képeim, tehát ott a helyi homokkal dolgozva kezdődtek. A nyár az tartalmasan, tehát ugye volt művésztelepünk, a Kándli Majori. Sokat dolgoztam, előtte májusban egy egyiptomi művésztelepvel indult a nyár lényegében, tehát az Alexandriai Egyetem meghívására mentünk édesapámmal és még egy magyar kollégával művésztelepre. Tehát szép nyitása, szép zárása volt a nyárnak, és tartalmasan munkával telt.